Helyzetkép című műsorunkban Tóth Lajos polgármester a tájékoztatást a várost érintő aktualitásokról. Tóth Lajos polgármester legfrissebb beszámolójában a húsvét utáni napok történéseiről tájékoztatta televíziónkat, kezdve a talán legfontosabb hírrel, miszerint továbbra sincs kimutatott koronavírusos megbetegedés városunkban. Azt mondhatom, hogy újra feladatokkal telített időszakot éltünk meg a húsvéti ünnepek utáni néhány nap, most péntek délelőtt beszélgetünk. Mi is történt a héten? Koronavírus mindennek fölött, ugye ez mindennapos feladatot ad. Kezdem a jó hírrel. Kimutatott hivatalos tájékoztatás alapján Ladányban, illetve járásunkban nyilvántartott COVID-19 beteg nincs. Ezzel kapcsolatosan folyamatosan tartom a kontaktust a tisztorvosi szolgálattal, velük kapcsolatban vagyok, tehát az információ tőlük származik. Időnként kapok úgymond jól létesítettő különböző jelzéseket, hogy ők úgy tudják, hogy X és Y és Z városunkban. Nekem erről hivatalos információm nincs, tehát pillanatnyilag pozitív teszteredményű COVID-19-es betegünk beteg Ladányban és ismerete szerint járásban sincsen. A mai napi nyilvántartás alapján hatósági járványügyi megfigyelés, vagy népnyelven szólva házi karanténban rendelt ladányi lakosok száma 10 fő. Mai nap került hatályon kívül 3 főnek korábban elrendelt ilyen megfigyelése. Ha a mai nap nem történik valamilyen fejlemény, akkor a holnap reggel megint megszűnik 2 főjé, tehát jelen pillanatban 10 ilyen fogalmasított járványügyi megfigyelés van érvényben Püspökladány területén. Hangsúlyozom, ők nem betegek, hanem többnyire olyan közegből érkeztek, külföldre érkeztek, kamionoztak, vagy más úton módon külföldről érkeztek haza, és veszélyeztetett környékről érkeztek. Ilyenkor a hatóság elrendeli a házi karantént. Velük kapcsolatosan az önkormányzatok vannak kötelező feladatai, azért a pontos nyilvántartás, velük a kapcsolattartás folyamatos, és amennyiben olyan problémát jelznek, amiben segítségünkre szorulnak, ezeken szoktunk segíteni. Többségében nem kellett egyébként konkrét segítséget nyújtanunk, de ahol kellett, ott megtettük. Ezzel kapcsolatosan negatív visszajelzést egyelőre nem érkezett, igyekszünk a felső szintű szabályokban kapott feladatainak megfelelni. Polgármester úr továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be a kijárási korlátozás szabályait, illetve különösen az idősek használjanak védőmaszkot és kesztyűt, ha elhagyják az otthonukat. Továbbra is napirenden a veszélyhelyzet. Tegnap került bejelentésre emlékezetem szerint, hogy újabb egy héttel meghosszabbításra került a kijárási korlátozás intézménye. Én tisztelte kérek mindenkit továbbiakban is, hogy legyen fokozottan figyelemmel a elvárásokra, a jogszabályi előírásokra, és saját maguk és lakostársaik, családtagok és közvetlen környezetük védelmi érdekében is tartsak fokozottan figyelemmel ezeket az elvárásokat. Használjuk a maszkokat, főleg az időskorúak részére kérem, használják a maszkot, illetve a védőkesztyűket. Múlt héten fölmerült a piac működésének korlátozásának szükségessége, illetve igény egyesek részéről. Ahogy jeleztem, magam sem voltam teljes mértékben elégedett az ottani gyakorlattal, ottani magatartási, viselkedési, üzemeltetési szabályokkal. A héten írásban jeleztem a piac üzemeltetőjének ezzel kapcsolatos észrevételeimet, illetve javaslataimat, vagy utasításaimat. Ma reggel ismét személyesen jártam a piacon, igyekeztünk ezeknek érvényt szerezni. Bízom benne, hogy a vasárnapi piac alkalmával is tudunk ezeknek érvényt szerezni. Itt fokozott létszámot biztosítottunk a piacra, a figyelemfelhívás, kérés, esetleg a üzemeltető utasításainak betartatása érdekében. Továbbra is látogatható a Farkas-szigeti Arborétum, természetesen a gyülekezési tilalom és a távolságtartási szabályok következetes betartásával. Napirenden volt már a múlt hétvégén is az Arborétum, illetve a Farkas-szigeti útvonal, lokátor útvonallal kapcsolatos esetleges korlátozás bevezetésének lehetősége. Én mérlegeltem is a körülményeket, sokakkal konzultáltam, és arra következtetésre jutottam, hogy tartsuk be a
vonatkozó szabályokat, távolságtartási, gyülekezési szabályokat. Ezek figyelmevételével nem tartom indokoltnak, hogy ott szigorú korlátozást vezessünk be. Gondolok, hogy elsősorban a lakótelepen lakók kérésére, elvárásaira. Ugye sokan a négy fal közé szorítva élik az életüket. Ha a város közterületére mennek ebbe a szép tavasz időben, az véleményem szerint talán zsúfoltabb állapotokat teremt, mint hogyha a város külterületén megfelelően egymástól távol töltjük a szabadidőnket be a szép tavasz időben. Én azt kérem, hogy fokozottan legyenek figyelemmel ezen szabályokra, és a lehetőség keretein belül mindenki tartsa korlátozott szabályért, de ki is kell szabadulni a négy fal között, ezt tudomásul kell venni, és bízom benne, az emberek ezt megértik, és felelősség teljesen gondolkodnak, illetve gyakorolják ezeket a szabályokat. A múlt héten megtörtént a márciusi testületi ülés napirendi pontjaira vonatkozó polgármesteri határozatok aláírása is. A márciusi testületi ülés napirendjeit bizottságokkal, illetve testület tagjaival egyeztettem több körben, és a héten polgármesteri hatáskörben meghoztam a polgármesteri határozatokat. Ezek aláírása, talán az előbb látták, most történt meg. Ha megengedik, erről a következő alkalommal hadd beszéljek, hogyha erre szükségét érzik. Ennek a részleteiben most hadd nem menjek még bele, de maga a határozatok megszülettek. Ezek a hamarosan felkerülnek a város honlapjára, nincs benne semmi titok, úgyhogy részletekről esetleg legközelebb alkalommal szólok. Ahogy jeleztem, folyik a következő, tehát a áprilisban esedékes anyagok előkészítése. Bizonyos néhány napos csúszások vannak, főleg külső partnereink kérésére a tájékoztatók beérkezése, illetve a bizottságok, majd később a testület felé az anyagok kiküldése vonatkozásában, de úgy gondolom, hogy ez a jelen helyzetben egyéb feladatok mellett kezelhetőek, illetve kezelendőek is, de igyekszünk magunkat a korábbi ütemtervünk közt tartani. Városunkat érintő további aktualitás, hogy változás történt a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ Könyvtár Múzeum intézményvezetői posztján. Április 17-től Galiné Mile Andrea az intézmény megbízott vezetője. Úgy gondolom, fontos bejelenteni való, épp a Tájékoztató Közművelődési Központokat érintő kérdés. A múlt héten, húsvét előtt csütörtökön írásos megkeresést kaptam a Tánya József úrtól, amelyben kérte, hogy mentsük fel magasabb vezetői megbízatás feladatainak ellátása alól. Ezt én mérlegeltem, és a kérését tudomásul vettem, és tájékoztattam Püspökladányi város lakosságát, hogy a következő időszakban az intézmény működésének folyamatossága érdekében eddigi helyettesként dolgozó tagintézményvezetőt, Galiné Mile Andrea kolléganőt, éppen velem szemben ő kértem fel a feladat ellátására egyelőre határozatlan időtartamra. Konkrétan a megbízásban úgy fogalmaztunk, hogy közeljövőben mérlegelve a körülményeket, pályázati kiírásra kerül sor, pályázati kiírás eredményes befejezését kérem, hogy lássa le a összetett intézmény magasabb vezetői feladataival járó tennivalókat. Mai nap aláírásra került a megbízatása, tehát a mai naptól 17-től érvényes ez a megbízott vezetői, magasabb vezetői feladatellátás. Sok sikert kívánok a munkájához, és bízom benne, hogy ez ökkelőmentes lesz az intézmény működése vonatkozásában. Tegnap több helyszínen tájékoztattam az intézmény munkatársait erről a döntésről, ezen döntésemről. Tudomásul vették, és bízom benne, hogy ökkelőmentesen megy tovább az élet a intézmény berkein belül. A közelmúltban városszerte elindult az igényfelmérés szájmaszkok tekintetében, a lakosság körében. Polgármester úr elmondta, az önkormányzati képviselők bevonásával megkezdődött a maszkok eljuttatása a lakosokhoz. Korábban úgy intézkedtünk a veszélyhelyzet kapcsán, hogy a fokozottan veszélynek kitett csoportok kapjanak először maszkokat. Ez korábban megtörtént. Megtörtént általános szinten a 70 éven felüliek ellátása. Néhány kivételre tekintve a visszajelzések azt mondják, hogy igen, ez rendben megtörtént. Közel 1800 idős lakostársunkról volt szó. A múlt héten, úgy tudom, hogy ezek múlt hét közepén befejeződtek. Utána történt egy igényfelmérés, arra kértem a képviselőtársaimat, hogy legyenek kedvesek ebben aktívan közreműködni. Ők gyűjtik az igényeket, ők ismerik jobban az adott terület lakosságát.
és várják az igényeket. Úgy tudom, hogy két körben megtörtént a beérkezett igények alapján a maszkok eljutatása. Volt képviselőtársunk, aki személyesen vitte el mindenki, ez volt, aki azt mondta, hogy részben eljutatja, részben pedig a rendelkezésre álló közmunkaprogramon részvevő munkatársaink segítségével a listánk alapján juttatták el, tehát többféle gyakorlat van. Én biztatok arra mindenkit, hogy jelezze ilyen jellegű igényét. Sokan mondják, hogy időközben magánúton beszereztek maszkokat, egyébként hozzáférhetőek nem nagy áron ezek a megelőző eszközök, de rendelkezésre állnak maszkjaink. Ez önmagában nem baj, mert ha ne adj Isten, negatív irányú változások következnek be a közvetlen környezetükben, akkor kell, hogy legyen tartalék, van tartalék, folyamatos a gyártás, megfelelő kapacitásaink vannak. Héten mérlegeltem további maszkok beszerzésének lehetőségét, de úgy döntöttem, kollégáim véleményét is megismerve, illetve a pillanatnyi állapot ismerve, hogy nincs szükség beszerzésre, egyébként szinte azonnal lehet ott a piacon kapni maszkokat. Interneten is rengeteg ajánlatot kapunk, de megfelelő tartalékkal rendelkezik a város, hogyha azonnal jelentősebb számra van szükség, azokat is tudjuk biztosítani, a varrási kapacitás pedig folyamatos. Várhatóan ezen a héten kerül sor a központilag elrendelt felülvizsgálatra a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ által üzemeltetett idősek otthonában. Híradásokból tudjuk, hogy az ország bizonyos pontjain idős otthonok környezetében, illetve idős otthonokban komolyabb problémák merültek fel. Köztudott, hogy városunkban Segítőkezek üzemeltet egy idős otthont. Eddig is igyekeztünk minden megelőző intézkedést megtenni. Napi szinten nyomon követjük a felső szint utasításokat, illetve a belső intézkedések is lekövetik a vonatkozó elvárásoknak megfelelő intézkedéseket. Én úgy ítélem meg, hogy a helyzet stabil, nincs arról jel, hogy probléma lenne. A központilag elrendelt idősotthoni felülvizsgálatra ismertem szerint a jövő héten kerül sor. Várjuk a ellenőrzést, várjuk a jelzéseket. Betegünk nincs, de jó néhány megelőző intézkedés történt a intézmény működésében, annak érdekében, hogy bármilyen probléma fellépése, amit reméljünk, hogy nem történik, de ha fellép, akkor azonnal tudunk reagálni az esetleges szituációkra. Bízunk benne, hogy erre nem kerül sor. A külső ellenőrzést, kontrollt, szakmai javaslatokat pedig várjuk. Ismertem szerint az intézményben többször megfordult a héten dr. Komolóci igazgató úr is, nyilván orvosi szemmel, szakmai vezetői szemmel is tájékozódott, negatív visszajelzést velém nem tett, tehát nagyon rajta a figyelmünk több irányból, és bízunk benne, hogy megelőző intézkedések a bajt, megfelelőképpen esetleges bajt tudják kezelni. Tóth Lajos hozzátette, folyamatosan zajlik az ózongenerátoros fertőtlenítés Püspökladányban. Annyit talán még mondhatok, hogy működik az ózongenerátoros fertőtlenítés a ütemterv szerint, illetve a igények figyelmevételével további generátort rendeltem még, de a hárommal egyelőre a mentőszolgálat, rendőrség, egészségügyi intézmények, óvoda, segítőkezek, és még sorolhatnám, bentlakásos idősek otthona, mindennapos a fertőtlenítés, tehát működik a megelőző jellegű beavatkozás, valamint a múlt héten kapott háti permetezők intézményekhez eljutatásával a helyi megelőző permetezéses fertőtlenítések is folynak. A járványhelyzetre való tekintettel polgármester úr továbbra is kéri a szabályok fegyelmezett betartását és a lakosság türelmét. Új szakaszba lépett a koronavírus járvány, már az ország bármely pontján jelen lehet. Azért, hogy a terjedését lassítani tudjuk, most tovább kell csökkentenünk a személyes érintkezések számát. Ezért a kormány kijárási korlátozást rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a lakóhelyet csak alapos indokkal lehet elhagyni. Ezek közé tartozik a munkavégzés, az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, az élelmiszer és gyógyszervásárlás vagy a banki ügyintézés. A teljes listát a koronavírus.gov.hu oldalon találják.
Továbbra is kiemelten kell figyelnünk idősebb honfitársainkra. Ezért a 65 év fölötti állampolgárok az élelmiszerboltokat, piacokat vagy a gyógyszertárakat csak 9 és 12 óra között látogathatják. Védelmüket szolgálja, hogy ilyenkor ezeken a helyeken az alkalmazottak kivételével csak ők tartózkodhatnak. Általános szabály, hogy másoktól legalább másfél méter távolságot kell tartani, és ez a tömegközlekedésre is vonatkozik. Tudjuk, hogy ezek a szabályok szigorúak és sok kellemetlenséggel járnak, de be kell tartanunk őket, mert csak így fékezhetjük le a járványt. Vigyázzunk egymásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából. Egy egyszerű, de nagyon fontos kéréssel fordulunk idős honfitársainkhoz. Maradjanak otthon! Tudjuk, hogy a koronavírus nagyon gyorsan terjed, és ma már tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb. Mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen elhagyniuk a lakásukat. Ellátásukról az önkormányzatok kötelesek gondoskodni. Szükség esetén forduljanak a helyi önkormányzathoz. Ez a vírus mindannyiunk életére nagy hatással van. De ha betartjuk a fő szabályokat, elkerülhetjük a nagyobb bajt. Vigyázzunk egymásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából. Március 16-tól a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola is digitális oktatásra állt át. A hétköznapokról Kovásné Csúszda Judit intézményvezető számolt be televíziónknak. Tartsanak velünk! Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében március 16-ától online oktatásra álltak át az iskolák Püspökladányban is. Nem történt ez másképp a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskolában sem. Kovácsné Csúszda Judit, az intézmény vezetője elmondta, természetesen a rendeletnek eleget téve az intézmény is bevezette a digitális munkarendet. Továbbá hozzátette, a vezetőség és a pedagógusok is igyekeznek eleget tenni az elvárásoknak. Mi is bevezettük a digitális munkarendet, ami tulajdonképpen van, akinél teljesen újszerű dolgoknak a bevezetésére adott alkalmat, illetve ha eddig még sose csinálta, akkor most rákényszerült erre a lehetőségre, hogy tovább is kapcsolatban tudjon maradni a tanítványaival. Minden esetre elmondhatom, hogy akár mi az iskola vezetése és a tanárok is, szinte az első héttől kezdve igyekeztek megfelelni az elvárásoknak, és semmiféle ellenkezést nem tapasztaltunk még azoktól sem, akiknél tudjuk, hogy nem a legmagasabb szintű az IKT kompetencia, amivel rendelkezni kell az ilyenfajta tevékenységekhez, de próbáltunk egymásnak segíteni. Illetve, ha a netet figyeltük, számomra nagyon örömteli és örvendetes volt, hogy annyi sok segítséget, meg annyi ötletet tettek föl országszerte a művészetoktatásban, zeneoktatásban tevékenykedő kollégák, hogy lehetett meríteni azokból, annak, akinek semmiféle ilyenfajta jártassága még nem volt. Hát elsőképpen ugye mi történt? Hát beindult a kommunikáció. Az első hét gyakorlatilag azzal telt, hogy felvettük a kapcsolatokat egymással, a szülőkkel, a tanítványokkal, akkor megtörtént a tájékoztatás, elkértük az elérhetőségeket, megbeszéltük, hogy akkor milyen formában lehet majd az oktatást a következő napokban elkezdeni. Hát ez teljesen változó volt, mert a közösségi oldalak, Facebook, Skype, Messenger, kinek milyen volt, vagy melyik volt a jobb elérhető, Google Classroom alkalmazások, videócsetek, vagy ha más nem, akkor csak e-mailek küldése, illetve a telefonos kapcsolat a legutolsó sorban, akinél nem volt megfelelő eszköz, vagy úgy láttuk, hogy teljesen reménytelen mondjuk egy ilyen élő videós kapcsolat fenntartása óránként. Akkor jött az elvárás, hogy a kréta felületén meg kell történni a visszacsatolásnak, akkor adjunk fel házi feladatot a szülők, vagy a tanulók próbáljanak visszajelezni, ezáltal is igazolva, hogy ugye meg volt az óra. Hát talán ez a legfurcsább, mert ha a néptáncoktatást veszem például, hát akkor ott nem nagyon szokott házi feladat lenni, hanem ott a gyakorlás, meg a helyszíni
az alkalomkor való találkozáskor való minél több ismeret átadás történik, nem pedig így távoktatásszerűen. De hát megtalálták ennek a módját is szerintem a kollégák, ahogy értesültem, meg informálódtam tőlük. Hát a zeneművészeti ágban, ha most így sorra veszem a művészeti ágakat nálunk az iskolában, akkor azt tudom mondani, hogy legnagyobb százalékban a kollégák így a Messengeren keresztül élő videós órát tartanak, természetesen ahol megvan a megfelelő otthoni háttér a gyerekeknél is. Hát nyilván ez nem mondható maradéktalanul mindenkinél, hogy ez megvalósulhat, de akkor ott van a másik lehetőség, hogy akkor tanár is felvételt készít az ő saját hangszeres játékáról, akkor ezt elküldi a gyereknek, akár e-mailbe, akár nem tudom, ilyen videóüzenetbe, és ugyanezt kéri a tanítványától is, hogy vegye föl, amit ő megtanult, éppen egy adott darabnak lehet, hogy csak egy részletét, vagy akkor a teljes egészet, ez nyilván attól is függ, hogy ki milyen idős, hogy mennyi ideje játszik a hangszeren. Kovácsné Csúszda Judit tapasztalata szerint a tanítványok örülnek az újfajta oktatási módnak, viszont a legnehezebb helyzetben a tánc és képzőművészeti szakos diákok vannak. Kollégák azt mondták, hogy, és én is ezt tapasztalom a saját tanítványaimnál, hogy örülnek ennek a digitális kapcsolatnak, tehát újszerűség erejével hat rájuk, mert ugye más, mint az élő kapcsolat. Hát a minőségről arról mondjuk nem tudom, hogy érdemes-e beszélni már, mint a hangszer hangjának a minőségéről, mert ahhoz nem nincsen szerintem megfelelő sem az internet kapcsolat minden házban, lakásban, sem pedig a hát olyan hangfelvételt igénylő eszközünk nincsen. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a kapcsolat meglegyen, és hogy érdekes dolgokkal tudjuk megismertetni a gyerekeket. A táncművészet, ahogy említettem már az előbb is, szerintem ők vannak a legnagyobb, legnehezebb helyzetben. Csoportos oktatás, ugye hát ez nyilván elképzelhetetlen az ilyen videós, viszont ők is elég kreatívak, kitalálták a módját ennek, tehát videót készítenek a tanárnéni lábáról, ahogy bemutatja a tánclépéseket, mozdulatokat, és akkor ezt lehet otthon a gyerekeknek gyakorolni. Azon kívül hát különböző feladatokat adnak, mondjuk népmeséket kell elolvasni, vagy beszélnek az aktuális, éppen időszerű jeles napokról, népdalokat felénekelnek, az alapján, hogy tudja megtanulni otthon a gyerek néprajzi vonatkozású dolgoknak a közzétételét forszírozzák, ami megint csak egy olvasás, de tulajdonképpen egy újabb ismerethez jutás annak, aki ugye ezt szívvel és lélekkel csinálja. Az intézmény vezető hozzátette, a hangszeres oktatásban az elsődleges szempont a részükről az elméleti oktatás, hiszen a későbbiek során ez a fajta tudás segíti elő a hangszeres játék mielőbbi elsajátítását. Az olyan elméleti rész, akár a hangszeres oktatásban is, ami a nem szeretem kötelező szolfézsórákon zajlik egyébként, és nagyon nehezen lehet bevasolni a gyerekeknél, hogy az ABC-s olvasás, vagy akár a kotta képnek az olyan fajta elsajátítása, ami előre viszi a hangszeres játéknak a mielőbbi elsajátítását, az most prioritást élvez, mert a gyerekek ugye ráfanyalodnak, mert másképp nem tudja, hogy önállóan vegye a fáradtságot, és hát tanulja meg azokat a hangokat, meg a ritmust, meg amire rákérdez a tanár, akkor azt neki kell vagy kikeresni, utána nézni, vagy hát annyiszor ugye megnézni és elmondani, amit, mert ezt kéri számon tőle. És ez viszont nagyon jó, mert az elméleti tudásuk az rögzül, és hát ezt nem felejtik majd, ez megmarad hosszú távon is. A tanszaki vizsgák is digitális formában kerülnek megvalósításra, mondta az intézményvezető, de hozzátette, március közepére már annyi anyagot elsajátítottak a tanulók, hogy akár ez alapján is értékelhető lesz a diákok tudása. Megpróbálni digitálisan létrehozni egy olyan produkciót,
ami összhatásában, mintha egy hangversenyen lennénk, és ott játszana a gyerek, akkor azt elküldeni a tanárnak, vagy egymásnak is, akkor azt meghallgatjuk. De egyébként, ha már március közepénél jártunk, akkor szerencsére már az éves viszonylatban annyi anyagot elvégeztek a tanítványaink, hogy akár éves munka alapján is le lehet őket osztályozni és értékelni. Tehát ezt mindannyian úgy véljük szerintem. De az információim alapján más intézményekben is ezzel fognak próbálkozni, meg kísérletezni, hogy ilyen felvételeket küldenek be. Nyilván korosztálytól függően változható ez, hogy milyen minőségű lesz, de hát majd meglátjuk. Kovácsné Csúszda Judit továbbá azt is elmondta, egy különleges versenyre kaptak felkérést. Fuvola versenyre nevezhetnek a tanulók, melyre május elejéig lehet jelentkezni. Ezt e-mailben kaptuk, és ugye nyilván akinek van olyan tanítványa, nálunk is van egy-két ember, én is megpróbálom. Május első hetéig lehet jelentkezni erre, ugyanígy mindent online kell. Tehát ahogy az előbbiekben meséltem, hogy hogyan kell egy felvételt készíteni zongora kísérettel, na ilyen felvételt kell továbbítani a megadott címre, és az alapján fognak dönteni, meg értékelni a megfelelő szakemberek, akik ezt elbírálják, és hirdetnek majd eredményt. Tehát semmi személyes kontaktus, minden csak digitálisan, és ilyen felvétel alapján kiosztották, hogy korcsoportokat hogyan határozzák meg. Korcsoportonként megvan a kötelező előadási darab, mindenkinek egy szabadon választottat kell mellé tenni, és akkor ezeket kell elküldeni majd, aki úgy gondolja, hogy arra az méltó, hogy mások is meghallgassák, és nyilván a nyilatkozatokat kérnek a szülőktől, ahhoz való hozzájárulást, illetően, hogy amennyiben akik bekerülnek ebbe a körbe, és felvételeket küldenek, akkor hozzájáruljanak ahhoz, hogy nyilvánossá tegyék a intézményüknek a honlapján, tehát itt mindenre figyelemmel kell lenni. Próba szerencse. Senkinek sem kötelező, én azt mondtam, hogy mindenki gondolja végig, és próbálkozzon. Ezt teszem én is, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Minden esetre ötletes, kihasználva a jelenlegi helyzetet, szerintem azért sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Sajnos az iskola életében is vannak rendezvények, melyek a jelenlegi helyzet okán elmaradnak. Április végére a zeneoktatás 60. évfordulójának tiszteletére egy nagyszabású rendezvénnyel készült az intézmény, de a járványügyi korlátozások ezt felülírták, reményeik szerint ősszel megvalósításra kerülhet az esemény, tette hozzá az intézmény vezetője. A mi életünkben is egy nagy esemény lett volna most április 25-én a zeneoktatás 60. évfordulójának a megünneplése. Egy nagyszabású rendezvénnyel készültünk. Hát ezzel annyi fog történni, hogy elhalasztjuk reményeink szerint őszre. Hát azt megint nem tudom, hogy ha minden intézmény, meg mindenki az elmaradt rendezvényeket majd őszre fogja rendszeresen időzíteni, akkor ott mennyire lesz zsúfolt, nyilván ezeket majd át kell gondolni. De azért úgy gondolom, hogy ebben az évben, naptári évben azt még meg szeretnénk megtartani. Volt egy megyei kamarazene találkozónk is, ami nagyobb volumenű rendezvény lett volna. Erről még nem beszéltünk, hogy végül is ezt most kihagyjuk, és vagy jövőre megismételjük, vagy hogyan fog történni. De hát nem tudok más tenni, követni kell a szlogent, a maradj otthont. Ilyen formán nyilván ezekre nincs lehetőség, hogy egy pár hónapon belül még ezek megvalósuljanak. Arra vonatkozó kérdésünkre, hogy ebben a helyzetben mi módon és mely időpontban történik az iskolába való jelentkezés és felvétel, a vezető a következőket válaszolta. Eddig is az volt a tendencia és az irányzat, hogy a meglévő tanulóink azok május végéig visszahozzák a jelentkezési lapokat, amit a szaktanárok ugye odaadnak nekik, és hazavisznek a gyerekek, hogy kívánják-e jövőre folytatni a következő évben a tanulmányaikat. Ez majdnem maradéktalanul így szokott történni, hogy a gyerekeink ugye maradnak, mert csak szeretnek hozzánk járni. Úgyhogy ezt most is így fogjuk
lebonyolítani, nyilván ez elektronikusan. Tehát ahogy az órát is, tehát, vagy ahogy az általános iskolákban is a beiratkozás már most digitálisan történik, ez nálunk is meg tud valósulni. Inkább az kétely számomra, hogy az új tanítványokat hogyan fogunk beiskolázni. Mondjuk ez eddig sem volt könnyű, mert nagyon sok családban, júniusban, amikor épp véget ér a tanév, akkor nem azzal foglalkoznak, hogy vajon jövőre akkor már beiratom-e a gyerekemet művészetoktatási órákra, vagy legtöbb esetben megvárják, hogy hogy indul az új tanév, milyen, mennyire sűrű, hogy milyen munkarend, mennyi szabad ideje van, belefér-e még. Tehát ezért ez mindig is nehéz volt, hogy nagyon sok szülő ezt megvárja, és nem szeptember 1-én, nem hogy még júniusban már tudjuk, hogy hány tanítványunk van, még szeptember hónapban is elég nehéz ezt megmondani, és általában szeptember végére alakul ki, hogy mennyi is a létszám. Minden esetre a jelen helyzetet figyelembe véve azt gondolom, hogy sokkal több feladatunk lesz a nyár utolsó heteibe, ha talán már akkor ugye lesz kijárás, és akkor valamilyen formában tudunk az ügy érdekében bármit összehozni, meg hát marad a szeptember, az iskola kezdés ideje, amit sokkal frekventáltabban kell erre hangsúlyt fejezni, hogy meg tudjuk közelíteni nem csak a gyereket, mert nem a gyereket kell, hanem a szülőt tulajdonképpen, hogy ő felelős, meg ő fogja aláírni a jelentkezési lapokat, és ő vállalja a felelősséget, hogy a tanulói jogviszony létesítése az egy tanévre szól, és hogy kívánnak-e ezzel élni, ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Tehát ez a legnehezebb, hogy a szülőket bevonzani. Eddig is mindig ezzel küzdöttünk, mert hiába megyünk ki az iskolákba, az órákra, gyönyörű hangversenyeket tartunk a műfházba, vagy az iskola udvaron, és csak a gyerekek, mindenki jelentkezik, mert nagyon tetszik neki, de mégiscsak a töredéke az, aki valóban tanítványunká válik, mert hát ennek is nagyon sok tényező, ami befolyásolja, hogy a szülő hogy dönt, vagy egyáltalán eljut-e a szülőhöz, hogy neki dönt, hogy a gyereke szeretne jelentkezni. Tehát ez a legnehezebb. Ezzel mindig munkálkodunk, és mindig újabb ötleteket találunk ki, hogy hogyan tudnánk ezt előre mozdítani, úgyhogy nem irigylem az utódaimat sem jövő évben, mert ez mindig is nehéz volt, de nekik ebben a helyzetben most még nehezebb lesz. Tehát ebből a konklúzió, arra biztatok minden kollégámat, hogy igenis lelkiismeretesen tartsa a kapcsolatokat, és próbáljon olyan ötletes órákat tartani, amivel meg tudjuk tartani a tanítványainkat, hogy jövőre se legyen semmi probléma, és mindenkinek tudjon folytatódni a munkája. Kellett pár hét, mire megszokták a betegek azt az új rendszert, amit a koronavírus járvány vont maga után a helyi rendelőintézetben. Dr. Tőkés Levente szabolcsházi orvossal beszélgettünk. Jöjjenek a részletek! A járványhelyzet következtében megváltozott a napi menetrend a püspökladányi egészségügyi szolgáltató non-profit Kft.-nél, amit már hetek óta tapasztalhatnak a betegek. Ellátogattunk dr. Tőkés Levente szabolcsházi orvos rendelőjébe, aki elmondta, hogy már a rendelőintézet előtt is szigorú szabályokat vezettek be. A koronavírus miatt kialakult helyzetben jelenleg a bejáratnál már a rendelőintézet által kijelölt személyek kérdőíveket osztanak, mely alapján, hogyha bármi gyanú van arra, hogy tehát láz, köhögés, vagy bármi olyan tünete van, ami esetleg koronavírustól gyanút adhat, akkor őket már nem engedik be, hanem hazaküldik, majd telefonon felveszük velük a kapcsolatot, és akkor megnézett a mentőszolgálatnak, illetve az ANTS-szel egyeztetve egy vírus ellenőrzést csinálunk, egy tesztet, és amennyiben az pozitív, akkor, és kórházi igénye, tehát ellátási igénye van a betegnek, akkor természetesen a Kenézi Gyula kórházba fog kerülni. Amennyiben negatív és tünetei enyhülnek, akkor természetesen otthon
Láborozik a beteg, addig, ha szükséges, természetesen táppénzre vesszük, és ha kell, és olyan tünete jelenik meg, akkor antibiotikumot írunk neki, anélkül, hogy itt megvizsgálnánk. A betegek telefonon vagy az interneten tudják feliratni a gyógyszereket, akinek pedig vizsgálatra van szüksége, fogadja a házi orvos. A gyógyszerfeliratás jelenleg két módon történik nálunk, vagy telefonon érnek el minket itt a rendelőintézetben a vezetékes telefonon, vagy mobiltelefonszámokon keresnek minket, illetve az Erodium rendszeren keresztül is lehet gyógyszerfeliratást kérni. Azt tudniuk kell azoknak a betegeknek, ugye, akiknek esetleg szakorvosi javaslata van bármilyen gyógyszerre, akkor ezt most automatikusan a kormány által mindaddig, amíg ezt a kijárási tilalmat, vagyis hát korlátozást meg nem szüntetik, addig meg van hosszabbítva a szakorvosi javaslat. Természetesen azokra, akiknek mondjuk már decemberben lejárt, azokra az emberekre nem vonatkozik ez a kritérium, mert neki már a vírus felbukkanása előtt lejárt a szakorvosi javaslata. Egyébként, ha bármilyen más tünetet, tehát nincsen lázas panasza, nem köhög, akkor bejön, akinek szüksége van arra, hogy megvizsgáljuk őket, megvizsgáljuk és ellátjuk, ha kell, akkor ugye sürgős labort, sürgős röntgent tudunk kérni. Ezeket itt a rendelőintézetben meg tudják csinálni, korlátozott számban, de elérhető a belgyógyászati szakrendelés is, sebészeti szakrendelés, ezekről tehát a portán tudnak felvilágosítást adni, hogy mely napokon vannak, ők próbálják tartani a frontot, ugye akár a szakorvosi javaslatok lejárta esetén is, hogy ezeket pótoljuk, és azért a betegek nem maradjanak gyógyszer nélkül. Az első időszak nehéz volt, de mára már megszokták a paciensek az új rendet, hangsúlyozta dr. Tőkés Levente. Mostanra azt mondom, hogy már kezdik a betegek megszokni. Az elején nagy tumultus volt, nagyon sok telefonhívás volt, felháborodás, hogy nem engedik be. Most már én úgy látom, hogy azért kezdik ezt megszokni, még ha nem is kellemes nekik, nem szeretik, de megértik, hogy most erre van szükség, akkor mi is próbálunk minél inkább, amitben csak lehet segíteni. Ettől még az élet nem áll, meg a sürgős ellátás az ugyanúgy meg kell, hogy történjen, ha kórházba kell kerülni, ugyanúgy beutaljuk. A személyes megjelenés az viszont jelentősen lecsökkent. Az utóbbi hetekben szükség volt koronavírus gyanú miatti mintavételekre, de minden eredmény negatív lett. Eddig is volt, meg ezután is lesz, akinél mintavételt kértünk. Eddig még szerencsére nekem, tehát itt a praxisban nem volt pozitív eredmény. A járványhelyzetben tanácsos kerülni a negatív híreket, minél több zöldséget, gyümölcsöt enni és vitamint szedni. Ebben a helyzetben én leginkább azt tanácsolom, hogy a médiát a lehető legkisebb mértékben nézzék. Nagyon az immunrendszert, azt az állandó negatív behatás az jelentősen csökkenti. Emellett természetesen minél több zöldséget, gyümölcsöt tegyenek az emberek, illetve hát amit vitaminokat tudunk bevinni készítményekből, D-vitamint, lehet C-vitamint, ezek mind-mind segítik az, hogy az immunrendszerünk erősödjön. Tudom, hogy a kijárási korlátozással nehéz azt mondani, hogy most menjenek el sportolni, de otthon is, hogyha kinyitja az ablakot estére, jelentősen átszellőzteti a levegőt, akkor pihentetőbb az alvás, az immunrendszer jobban tud dolgozni. Tehát ezek olyan dolgok, amik se pénzbe, se időbe úgy nem kerülnek, és nagyon sok mindent tud tenni az emberért. Ha van egy kis erkélye, délután menjen ki, napozzon, hogy ne a mesterséges D-vitamint vigyük be, hanem a bőrünk a napfény által megtermeli ezt nekünk. Természetesen az étkezésben minél inkább könnyebb ételeket tudok javasolni, ne a úgymond hagyományos magyar nehéz ételeket egyék. Ennyit tudunk tenni, a megfelelő higiéniát azt be kell tartani természetesen, de alapvetően a vírus jelenlegi terjedése számomra nem azt jelzi, hogy ez egy nagyon-nagyon erőteljes és drasztikus vírus lenne. Itt a környéken meg pláne nem.
Tehát inkább nagyvárosokban jelent ez nagyobb rizikót, ugye ahol az emberek jobban össze vannak zárva, mind a munkahelyen, mind pedig a mindennapi életekben, ugye, tehát azért a 10 emeletes házak, a nagy panel rengetegek, ugye, ott nehezebb azt megoldani, hogy az emberek kicsit ki tudjanak menni a természetre. Itt azért Püspökladányban nagyon sok kertes ház van, ahogy én látom, mint hát mi is elkezdtük a kertet rendezni, minél többet legyen kint az ember friss levegőn, és onnantól kezdve az immunrendszere az, ahogy boldogabb, ugye egy kicsit megnyugszik, ezáltal sokkal inkább ellenállóvá teszik. A koronavírus járvány ellenére sokan kilátogattak a Farkas-szigetbe a húsvéti 4 napos ünnep során, de fegyelmezetten tették mindezt. Ugyanakkor a területrendezési munkálatok változatlanul folynak. Jöjjenek a részletek! Fák, virágok, jó levegő, egészséges környezet. A járványhelyzetben különösen ki van ezekre a dolgokra éhezve minden ember. Ez a húsvét más volt, mint ahogyan megszokhattuk, de a 4 napos hosszú hétvége alkalmával mégis sokan mentek ki a Farkas-szigeti arborétumba, hogy kikapcsolódjanak. Tudtuk meg Rásó Jánostól, a NAI Kerti Püspökladányi Kísérleti Állomás és Arborétum vezetőjétől. A koronavírus járvány ez mindannyiunk életére rányomja a bélyegét. Azt mondhatjuk, hogy nehezen tudjuk elfogadni azokat a korlátokat, amelyeket szükséges betartanunk azért, hogy a járvány terjedését megakadályozzuk. Ugyanakkor vannak olyan szükségletek, a emberi szükségletek, amelyeket szeretnénk fenntartani, vagy szükséges fenntartani is. Nyilván a sportolásra való igény, a friss levegőn való rekreálódás, ez szintén ehhez tartozik, ebbe a körbe tartozik. Ennek nagyszerű szinten a Farkas-sziget. Maga az arborétum rendelkezik olyan lehetőségekkel, hogy tud biztosítani sportolásra, sétára területeket. A 4 napos ünnep tulajdonképpen nem különbözött egy átlagos hétvégétől, hiszen remek idő volt, ez nagyon sok embert csábított ki a szabadba, és látogatók ugyanannyian voltak, mint egy átlagos hétvégén. Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy nagyon kulturáltan látogatták az arborétumot a tisztelt városlakók, hiszen kellő távolságot tartva egymástól, vagy a családok kellő távolságban voltak egymástól, azon a területen, ahol a fűbe vagy padokra lehet ülni, kellően távol egymástól helyezkedtek el, tehát megpróbálták azokat a szabályokat, amelyeket ilyenkor alkalmazni kell betartani. Tulajdonképpen ez egy, mondhatjuk úgy, hogy részben irányított, de mégis kulturáltan végrehajtott arborétum látogatásnak fogható föl, és minden tiszteletem a városlakók előtt, hogy igyekeznek azért ezt figyelembe venni akkor, amikor kiérkeznek ide. Az arborétum nem került lezárásra. Ez ennek az oka az, hogy végül is a településünkön, ez egyetlen hely településünk közelében, ahol valóban lehetőség van egészséges környezetben pihenni, sportolni, és ezt ki is használták a sportolók főleg, hiszen futópálya szinte folyamatos üzemben van, úgyhogy itt is azért a sportolók azért kellően elszeparálódtak egymástól, tehát betartották azokat a szabályokat, amelyeket ilyenkor szükséges. Az idő hál' Istennek jó volt. Azt lehet mondani, hogy semmi olyan körülmény nem volt, amely problémát okozhatott volna a vírus terjedése vonatkozásában. Nagyon fegyelmezettek a látogatók, hiszen legtöbben nem jönnek be az arborétum területére autóval. Sajnos van egy-kettő autós, aki behajt és itt parkol bent az arborétum területén. Én arra kérném tisztelettel a kedves nézőket, és arra kérném önöket, hogy adják is tovább az ismerőseik, családtagjaik körében, hogy ahhoz, hogy a többi látogató is nyugodtan pihenhessen, nagyon fontos az, hogy autóval
látogatási időben ne közlekedjünk. Van kint egy parkolóhely, ahol meg lehet állni, illetve mi is kialakítottunk egy olyan parkolóhelyet időbent, ez még kialakítás alatt van, tehát nincs még véleges formájában, ahol rendezvények alkalmával lesz lehetőség parkolni. Ez egy kb. 20-25 autó befogadására alkalmas hely, amit felszabadítottunk. Ha nagy számú látogató igény jelentkezik, akkor természetesen ezt is ki tudjuk nyitni, de addig arra kérem tiszteletelnöket, hogy az arborétum területen kívül helyezzék az autóikat látogatások alkalmával. Az arborétum továbbra is nyitva tart, addig, amíg nem lesz súlyosabb, és bízunk benne, hogy nem lesz súlyosabb maga a járvány, és bízom abban, hogy a látogatók továbbra is ilyen fegyelmezetten fognak rekreálódni ezen a területen. Az arborétum felújításának munkálatai jelenleg is folynak, úgy mint az új fajok telepítése és az öregebb állomány kezelése. Az arborétum felújítása továbbra is tart. Ez egy hosszú folyamat, a végét még nem igazán látjuk, de talán soha nem is lesz vége, hiszen folyamatosan formálni, folyamatosan szépíteni, folyamatosan alakítani kell az arborétumunk küllemét. Javítani kell a növényállományát, a növényállomány minőségét, egészségi állapotára oda kell figyelni. Tehát ez egy hosszú folyamat, aminek a most egy olyan szakaszában vagyunk, amikor az idei nagyon rövidke ültetési szezont kihasználva el tudtunk telepíteni több száz dísznövényt. Ezek a növények részben a már korábban is említett városfásításban alkalmazható növények. Ezek sorfa méretűek, illetve nagyon sok olyan sövényt, kisebb növénycsoportot hoztunk létre, amelyek díszítő jelleggel szerepelhetnek az arborétumban, örökzöldek, amelyek a téli egyszínű, egyhangú erdőben adhatnak egy üres színfoltot, illetve olyanok, amelyek téren választó jelleggel bírnak. Ennek a telepítésnek során számos fafajt, több mint 100 fafajt, illetve fafaj változatot alkalmaztunk. Hát ezekből néhányat megnézhetünk, illetve hogyha látogatók jönnek az arborétumban, akkor találkozhatnak ezekkel. Néhány fafajon még szerepel a fajta jelző címke, ezeket a csömetekerti címkék, amelyek még most addig, amíg el nem készítjük a táblákat ehhez, amelyeket majd szeretnénk alkalmazni az egész arborétumban, addig ezek kint lesznek. Egy kis segítséget ad arra, hogy milyen fajták is azok, amelyek ide kerültek, milyen változatok, illetve természetesen igény szerint, hogyha valaki szeretne szakmai kérdéseket is föltenni, akkor állunk rendelkezésükre munkaidőben mindenképpen. A meglévő idősebb állománynak a kezelése szintén egy nagyon fontos feladat, hogy ezt több lépcsőben, több ütemben végezzük. Először megtakarítottuk az elmúlt évben azoktól az invazív és nem kívánatos újulattól ezeket az erdőállományokat, a arborétum részeket, amelyek gyakorlatilag gátolták a látvány, gátolták azt, hogy bejárhassuk a területet, és bizony sok esetben gátoltak olyan növényeknek a kiteljesedését, kifejlődését, amelyek ma már megtalálhatók is, és örömünkre szolgál, hogy egyre inkább terjeszkednek. Ahol most vagyunk, ezt a területet is tavaly tisztítottuk meg. Az idén az itt lévő fáknak a törzsápolását végeztük el. Folyamatosan nézzük körbe ezeket az egyedeket, hogy nincsen elszállott faág rajta, ezeket eltávolítjuk. Folyamatosan nézzük az egészségi állapotukat, hogy ha szükséges, akkor mondjuk egy kártevő vagy kórokozó telepszik meg rajta, akkor eltávolítsuk, hogy ne fertőzze tovább az állományt. És igyekszünk egy olyan formát kialakítani, ez már az átalakításnak a második lépcsője, ami már kimondottan azt az élményt szolgálja, ami egy arborétumtól elvárt. Tehát a faállománynak a végső formáját alakítjuk ki, növényeket ültetünk a talajszínbe, élő növényeket ültetünk, illetve a meglévő állományt, a cserjéket, illetve alacsonyabb fákat formáljuk. Ezzel megpróbálunk kialakítani egy olyan végső formát, amit aztán majd csak a különböző bútorokkal, padokkal, pergolákkal vagy esőbeállókkal fogunk majd feltölteni. A területek gondozása, karbantartása szintén folyamatos munkavégzést követel. A növényállomány tekintetében
még most nagyon fontos, és most hallatszik is, hogy megindult a terület gondozása, fűnyírása, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag innentől kezdve ez egy folyamatos munka lesz, hiszen a meglévő gyertterületeinken túl azokat a arborítom részeket, amelyeket felszabadítottunk az ottól, azokat karban kell tartani, tehát azt lehet mondani, hogy innestől kezdve ez nekünk egy állandó munkafolyamat lesz. Szerencsére az elmúlt évben sikerült olyan mennyiségű gépet beszerezni ehhez a munkához, hogy tulajdonképpen folyamatosan és fennakadás nélkül tudjuk végezni ezt a munkát, és igyekszünk is nyilván. Reméljük, hogy az időjárás is kellően fogja segíteni ezt a tevékenységünket. A terület, amit így kezelni fogunk, az most körülbelül 8 hektárnyi terület. Ezek azok a területek, amelyekből hát összességében olyan 1,5-2 hektár volt, ami korábban szabadon látogatható volt és tiszta volt. Most már ezt kb. 8 hektárra fejlesztettük föl, tehát ez már bejárható lesz. Kell még néhány hónap, amit teljesen rendbe tesszük, de a nyár folyamán, nyárra már ez biztos, hogy teljes mértékben élvezhető formájú lesz. Az arborétum közepén található egy kerítéssel körbevett rész, ahol egy elhanyagolt ház áll. Jelenleg ennek a területnek a rendbetétele zajlik. A elmúlt napokban elkezdtünk egy újabb területnek a rendbetételét. Ez egy kerítéssel körbevett, egy régi épület áll rajta, és nagyon-nagyon elhanyagolt udvar található itt. Ebben a munkában segítségünkre van egy sport, hát talán egyesület néhány tagja, akik nagyon lelkesen felajánlották az önzetlen segítségüket és önkéntes munkában részt vesznek ennek a területnek a megtisztításában. Ezt a területet szeretném bekapcsolni az arborétum látogatható részei közé. Tehát rendbe szedtük a növényállományt, még ami folyamatban van, az a területet határoló fáknak, illetve bozótosnak a rendbetétele. Azután szeretnénk ide elkészíteni egy sportpályát, egy kerékpáros sportpályát, illetve játszóteret, olyan játszóteret, ahol a kisebbek is találhatnak maguknak elfoglaltságot. Ehhez az eszközöket, azokat természetesen megpróbáljuk saját anyagból készíteni, illetve olyan eszközöket szeretnénk készíteni, ami nem csak a legkisebbek számára, hanem a nagyobb acskák számára is jelenthet élményt, szórakozást, illetve egy kis logikai feladatokat is. Megnézzük a területet. A ház udvarán kupacokban áll az összegyűjtött hulladék, törmelék, és az arborétum munkatársai ott létünkkor is tisztították a területet. Sajnos az arborétumban még találhatók olyan területrészek, amelyek az elmúlt 2-3 évtizednek a terület romboló munkájának a termékei. Azt mondhatjuk, hogy ez egy viszonylag frekventált rész, hiszen az arborétumnak kellős közepén van. Teljesen elhanyagolt volt, és ahogy látható, rengeteg személy gyűlt itt össze. Most ezt a körülbelül fél hektár területet szeretnénk megtisztítani. Egyrészt a szeméttől, az építési törmeléktől, hulladéktól, illetve szeretnénk a mögöttünk levő házat levontani. Megvizsgáltuk, tulajdonképpen statikailag nem indokolt az, hogy túlságosan sok energiát fordítsunk arra, hogy ezt megőrizzük, ezért szeretnénk elbontani. Az épület lebontására keresünk olyan vállalkozót, aki ezt meg tudná tenni, hiszen a mi kapacitásunk nem elegendő ahhoz, hogy még ezt is fölvállaljuk. Hogyha esetleg ilyen vállalkozó érdeklődik ez iránt, akkor nyugodtan keressen meg, és megmutatom ott az épületet, illetve meg tudjuk beszélni a részleteket. Látható az, hogy rengeteg hulladék és rengeteg olyan semmire nem használható törmelék található itt, amit el kell szállítanunk. Ezek alapvetően környezetszennyezők, alapvetően rontják az összképet, alapvetően bent az arborétum közepén egy olyan folt, ami mindenképpen felszámolást igényel. Ehhez kaptunk segítséget a már említett sportegyesület tagjaitól és lelkes magánszemélyektől, úgyhogy azt lehet mondani, hogy még itt a koronavírus általi
fémjelzett időszakban is van lehetőség arra, hogy az emberek normális gondolatok mentén összefogva értéket hozzanak létre. Én nagyon örülök ennek, és örömmel látom azt, hogyha valaki szeretne segíteni abban, hogy megtisztítsuk, rendbe tegyük az arborétumunkat, az erdőnket. Már azt mondhatom, hogy más irányból is vannak erre jelek, hiszen például pont a hétvégén keresett meg az egyik lakos, hogy nagyon szívesen segítene a hulladék, a folyamatosan képződő hulladéknak a mondjuk úgy irányításában, tehát hulladékgyűjtővel támogat bennünket. Igen, nagyon köszönjük ezeket a felajánlásokat, és számítunk is rá továbbiakban is, hiszen óriási területről van szó, nagyon látogatott területről, hiszen azt mondhatjuk, hogy körülbelül az elmúlt év adatait alapul véve hozzávetőlegesen 5000 ember fordul meg a területen egy évben, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sok ember találkozik ezekkel a dolgokkal, és az nem mindegy, hogy a városunkról milyen képet visz haza. Mi mindent megteszünk, tehát a kollégáim előtt le a kalappal, tényleg teljes erőbedobással dolgozunk, és azon vagyunk, hogy ezeket felszámoljuk, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, ami nagyon kellemes és üdvözínfolt itt a sáréti területen, és ugyanakkor pedig nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy kellemes délutánt, vagy egy kellemes napot el lehet tölteni, mert az a cél, hogy ezt tudjuk biztosítani, és hát mégiscsak az a nem, hogy a Püspökarányi arborétum. Rásó János megmutatta azokat a fákat, amelyek majdan alkalmasak lehetnek a város fásításában, illetve hangsúlyozta, az elültetett fák a kárpát-medencei őshonos fajokhoz tartoznak. Az arborétum növényállománynak a fejlesztése során, ahogy említettem, számos fafajt, illetve ezek változatait alkalmazzuk. Olyan fafajok kerülnek szóba, amelyek kimondottan el tudják viselni azokat a körülményeket, amelyeket itt találhatunk. Szélsőséges csapadékviszonyok, hőmérsékleti viszonyok, tehát a hosszantartó, aszályos időszak. Ugyanakkor ezek a fajta változatok, ezek alkalmasak arra, hogy a település fásítás során a meleg, száraz, poros környezetet is elviselik. Ugyanakkor pedig magas díszítőértékkel bírnak. A telepítéseknek a zöme főleg ilyen egyedekből áll. A tervünk az, hogy ezeket tovább is tudjuk majd szaporítani, hiszen erre az infrastruktúrát lassan-lassan befejezzük, építését lassan-lassan befejezzük, tehát a üvegházi csemetekerti szaporítási lehetőségek rendelkezésre állnak. A formák azok általában ezek a sorfa vagy parkfa formák, méretek, a formák pedig nagyon különbözőek. Vannak oszlopos változatok, gömb alakúak, terebélyesek, vannak amelyek alacsony növekedéssel bírnak, van amelyek kimondottan nagyra nőnek. Hát ezek közül néhányat itt megnézhetünk. Itt konkrétan néhány hárs található. Ezek a hársak között gömbforma, oszlopos forma szintén megtalálható, illetve vannak olyanok, amelyek kimondottan a színes hajtásaikkal díszítenek, van amelyik a formájuk mellett még a leveleik mérete, formája, ezek mind-mind magas díszítőértékkel bíró egyedek. A növényeket a nemesítők általában az említett vonal mentén igyekeztek kialakítani, tehát a szélsőséges körülményeknek a minél jobb elviselése volt a legfőbb cél. Hozzá kell tenni, hogy az összes ebben a körben elültetett fafaj, az mind Kárpát-medencei őshonos fafaj, tehát bízhatunk abban, hogy ezzel is nagy mértékben hozzájárulhatunk annak, hogy megőrizzük a Kárpát-medence genetikai értékének egy szeletkéjét. Az itt látható hársok kifejezetten olyan növények, amelyek jól bírják a szélsőséges körülményeket. Ennek a facsoportnak az első néhány egyede hárs, ezek közül is az ezüsthársak. Alapvetően magasra oltott gömbformájúak, ezek nyilván a formájukkal díszítenek, illetve olyan helyekre lehet elültetni őket, ahol a magasságukat fontos determinálni, tehát például kimondottan alkalmasak településen belül vezetékek alá, vagy olyan szűk területekre, ahol a nagy kis terebésed korona már nem férne el. Ugyanakkor a formájuk az egyenes oszlopos törzs, illetve a tetején pedig különböző alakú gombóc
gyertyaláng vagy cseppformájú korona, amely szintén igény szerint nagy magas díszítő értékkel bír, ahova ezeket lehet behelyezni. Van itt néhány kisnevelő hárs, ezek olyan hársak, amelyek kimondottan a veszélyekkel díszítenek, színes veszőkkel bírnak, különböző formájúak, tehát itt például, amit itt található három, ezek közül az egyik egy hagyományos forma, a másik egy nagyon terebélyes, magasra növő forma, míg a harmadik pedig egy kimondott oszlopos forma, tehát ami viszonylag keskeny koronájú is, és akár a földig is ágas lehet. Lehet látni, hogy ilyen csodálatosan vörös a hajtás, ez a friss hajtás, fiatal hajtás, és ezeknek a értékét egyrészt ez, másrészt pedig nyilván a forma és a levél adja. Hogyha megnézzük azt a következőt, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy oszlopos forma. Nyilván ez még a kialakulás elején van, tehát kicsit még azért itt ott igazgatni kell az esetleg nem megfelelő irányba növő veszőket vissza kell vágni, tehát formálni, irányítani a növekedését. Ez egy kimondott oszlopos forma, tehát gyakorlatilag szinte a földtől egy viszonylag keskeny koronát hajt. Ezen is lehet látni, hogy a veszője egészen sajátos színes. Egy olyan környezetben, ahol mondjuk nincsenek örök zöldek, nagyon jól mutat az, amikor színes veszélyű fajokat ültetünk, hiszen egy kis plusz szint, egy kis plusz élményt ad az, hogy más milyen színű. Ami ott található bent, szintén egy hárs, ez egy olyan hárs, amin terebélyes koronát tud növeszteni, nyilván viszonylag hosszú idő alatt, de ez a kimondott hárs forma, ennek is színes a veszője, tehát maga amellett, hogy egy szép formájú, kubformájú korona fog kialakulni, amellett pedig egy ilyen sárgás-vörös színű veszőszín, ami díszíti magát a növényt. Nos, a növények összeállításánál nagyon fontos szerepet játszottak azok, hogy legyen valamiféle díszítő érték. Nyilván egy urbánus környezetben nagyon fontos az, hogy a komor házfalak mellett legyen valami plusz szint ad. Nagyon sokszor ezt örök zöldekkel próbálják lágyítani, de fontos az, hogy kevert állomány legyen, tehát az örök zöldek mellett lompulatók is szerepeljenek, hiszen ezek virágukkal, leveleikkel, formájukkal, hajtásukkal plusz élményt adnak ahhoz a környezethez, amit maga a városi növényállomány tud nyújtani. Hát ehhez szeretnénk mi hozzájárulni azzal, hogy ezeket a növényeket egyrészt fenntartjuk, másrészt pedig szaporításukkal terjesztjük, és ahogy említettem, ezek mind-mind olyan faj, amire büszkén lehetünk, hiszen a Kárpát-medencei genetikai értékek részét képezik. Az ezüsthárs pedig különösen olyan fafaj, amely vizuális élményt nyújt. Itt van még egy ezüsthárs példány, ennek egészen sajátos formája van. Tulajdonképpen ez is oszlopos forma lenne, hogyha kialakul. És lehet látni, hogy egészen korán már megjelennek azok a levélszínek, amelyekről a nevét is kapta maga a növény. Viszonylag korán, a többiekhez képest korán kihajtott, és már ebben az időszakban is vizuális élményt nyújt. Hogyha ez aztán kifejlődik, tehát lesz egy szép, tömött oszlopos forma, akkor pedig tényleg üdeszínfoltja lesz bármilyen növényi közösségnek, akár egy parkfásítás folyamán. Vannak korábban fakadók, vannak később fakadók, ezeknek az optimális összeválogatásával el lehet azt érni, hogy már a téli időszak végétől folyamatosan legyen zöld, legyen virág, legyen új szín, olyan, amire általában tél végén már vágyunk. Igen. És aztán az sem megvetendő, hogy ezeknek a növényeknek nagyon kellemes a virágzása is, mind forma, mind szín, mind illat tekintetében, tehát ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy vizuális élményként egy parkban egy szép képet adjon. A munkánk egy része ez. Igyekszünk ezt a kicsit talán felgyorsult tempóban, ugye a
tekintve, hogy az idei tavasz is tulajdonképpen nagyon-nagyon rövid volt, hiszen ma már azt mondhatjuk, hogy szinte nyári idősz meleget élünk. Ugye minden nagyon gyorsan elkezd hajtani, és ez nekünk eléggé meggyorsítja az elvégzendő munka mennyiségét. Tehát igyekszünk ezeket úgy irányítani, úgy összerendezni, hogy mindig időben el tudjuk végezni ezeket a telepítéseket. Nem vállalunk sokat, annyit vállalunk mindig, amit éppen el tudunk végezni. Még ezzel is előfordulhat, hogy kicsit összecsúszik, tekintve, hogy ez a tevékenység nagy mértékben függ az időjárástól. És azt mondhatom, hogy most szerencsére azért támogatta ezt a fajta tevékenységet. Hát egy kicsit többet kell majd öntöznünk. A járványhelyzet következtében sajnos az arborétum kapujának, illetve úthálózatának felújítása tolódik. Az arborétum vonatkozásában pedig azt kell, hogy mondjam talán kicsit a koronavírusra utalva szintén, hogy az idejében megkezdett munkák, amelyeket külső vállalkozókkal végzünk, azoknál egy kis fennakadás történt, azonban egyeztetve a vállalkozókkal gyakorlatilag a folytatás az úgy tűnik, hogy elkezdődhet, majd újraindulhat. Szóval rájuk is hatása van ez a szörnyű járvány. Ezért még az arborétumnak az infrastruktúrális átalakításában nem tartunk ott, ahol szeretnénk, ezért én elnézést kérek, de sajnos erre nem számíthattunk erre a helyzetre. Amint a rendeződnek a viszonyok, akkor újra fölvesszük a fonalat és befejezzük azt a munkát, amit elkezdtünk. Ehhez egy kis türelmet kérek még a tisztelt látogatóktól. Itt van minden anyag, itt van minden eszköz, itt már tényleg csak az kell, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. Ebbe a körbe tartozik bele, hogy a kapu, illetve az úthálózatnak bizonyos részei. Hát igen, tehát vannak olyan részek, amelyeket különböző vállalkozók készítenek, és van olyan vállalkozó, aki most nem tud munkát végezni. Ez sajnos el kell fogadnunk ezt a tényt. Alapvetően amint felveszik újra a munkát, elkezdik újra a munkájukat, akkor nyilván ez meg fog változni, akkor már nagyon gyorsan meg fognak ezek a munkák tört, vagy elvégzése meg fog történni. Ezeket el kell fogadnunk. A csapadékmentes, száraz, olykor szeles időjárás következtében megnőtt a gyorsan terjedő tüzek kialakulásának kockázata, ezért tilos az arborétum területén tüzet gyújtani, illetve dohányozni. A kormány arról döntött, hogy határozatlan időre meghosszabbítja a kijárási korlátozást. Ez azt jelenti, hogy a lakóhelyet csak alapos indokkal lehet elhagyni. A vírus most már az ország minden térségében jelen van, és várhatóan tovább nő a megbetegedések száma. Mindent meg kell tennünk, hogy lelassíthassuk a járványt. Ezért tisztelettel, de épp annyira határozottan kérjük. Nagyon figyeljenek idős honfitársainkra, kerüljék a csoportos összejöveteleket, és mindig tartsák a távolságot másoktól. Ez most életeket menthet. Minél inkább betartjuk a szabályokat, annál hamarabb térhet vissza az életünk a normális kerékvágásba. Vigyázzunk egymásra. Készült Magyarország kormánya megbízásából.